tűzgyújtási tilalom, a még napokig tartó kánikula miatt csütörtöktől az egész országra kiterjesztették a hatóságok. Árubőség a piacokon, keresettek a jó minőségű hazai zöldségek, gyümölcsök a nyári melegben. Ingyen jogsi, szeptembertől már térítésmentesen szerezhetnek jogosítványt a végzős középiskolások. Csütörtöktől az egész országra kiterjesztették a hatóságok a tűzgyújtási tilalmat. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A tilalom meghozatalára a várhatóan még napokig tartó kánikula miatt volt szükség. A NEBIH közleményében úgy fogalmazott, az aszályos körülmények és az extrém száraz biomassa miatt, akár már egy kisebb szél is, gyors tűzterjedést eredményezhet, a felszíni tüzek pedig könnyen 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. 2024. július 14-én 0 órától országos tűzgyújtási tilalom van elrendelve. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa egyetértésével hirdette ki a fokozott tűzveszélyi időszakát, hogy közvélemény ismeri a tűzgyújtási tilalmat. Ez azt jelenti, hogy erdőkben és az erdőtől számított 200 méteres körzetben, ideértve a vasúti és közúti fásításokat is, szigorúan tilos mindennemű tűzgyújtás, tehát erre hívjuk fel a közvélemény figyelmét. A napok óta tartó hőségben is kitartóak a vásárlók a nyíregyházi búzatéri piacon, ahol a nyár közepén a barackfélék és a dinnyék beszerzése mellett már a lecsó hozzávaló is mérsékelt áron kelnek el. A vásárlók és az árusok egybehangzó véleménye szerint a legfontosabb, hogy a szezonális termékekből a minőséget kell szem előtt tartani, de sokan azt tapasztalják, hogy mindenki megtalálja az ízlésének és pénztárcájának legmegfelelőbb termékeket. Kilószámra vásárolják a friss termelői tojásokat a nyíregyházi búzatéri piacon, ahol az MS méretű tojás darabja 90 forint. Az árusok szerint nem drágultak az élelmiszerek a piacon az elmúlt egy hónapban. A standokon megjelent a barack számos fajtája. Én rendszeresen járok a piacra, hetente több alkalommal is, mindenféle gyümölcsöt itt vásárolok, nagyon szeretem a hazai termékeket, árdrágulás néha tapasztalok, de a minőség úgy gondolom az nagyon fontos. Úgyhogy zöldséget, gyümölcsöt minden héten itt vásárolok. Toronica Gyulánéhoz hasonlóan Janka György is találta az ízlésének megfelelő barackot, de ezúttal a dinnyék miatt jött ki a piacra. A görög dinnye kilója már 450 forint körül mozog. Hál' Istennek itt rengeteg barack volt az idén, úgyhogy ki is főztünk több liter baracklekvát, ugye arra gondolva át, ha jövőre nem lesz. És hát más egyéb dolgok is ugye szépen vannak, hát amint tetszenek látni. Én most dinnyét vásárolni jöttem ki. Tomaszowski Szabolcs szerint az időjárás ugyan próbára tette a termést, de összességében jó áron, kiváló minőséghez juthatnak a magyar vásárlók. Most már lassan elkezdődnek a héten a magvaváló barackok is, amit nagyon előszeretettel visznek befőzni. Például van lekvárnak való, van étkezésre, kompótnak, térre való, eltevésre, és most idén elfogadható árba, hogy mindenki szinte megengedheti magának, hogy a téri elemúzsiákat be tudja spájzolni. A lecsó szerelmeseinek jó hír, hogy a paprika, paradicsom is egyre jobb áron kapható. 400-tól egész 2000-ig lehet kapni paradicsomot kilóba, például a sabmentesek azok, ami drágább, az átlag fürtös paradicsom, sorolt paradicsom, gurulós parik, azokat meg már ilyen 300-tól 500 forintig meg lehet venni, ugyanúgy, mint a TV paprikát is, minőségtől, görbeségtől függően vékony vastaghúsút, azt is már 300-tól olyan 700 forintos kiló árba, és minden célra, hogy lecsónak, elrakásra, csalamádénak, hogy elég tűrhető árak vannak, és választás után semmit nem emelkedtek a zöldséggyümölcs árak, hanem inkább lejjebb mentek. A csemege kukoricát is sokan keresik. Ennél az árusnál mérettől függően 100-tól 200 forintig terjed a kukorica ára. Június végén kezdődött el a kukorica szezon, az első palántáról volt kiültetve, de nem nagy sikere, mert megfázott, kicsi csövek voltak, nem túl szépek. Aztán a helyére vetett, meg a palántás későbbi összeérett, de az idő nagyon jó volt rájuk, mert esett az eső a későbbiekre.
A cukkini, a tök és a patiszon is szép nagyra nőtt az esőzéseknek köszönhetően, pár száz forint per kilogrammonként már hozzá is juthatunk, akár csak a kovászolni való uborkához, amely szintén 300 forintért vihető kilogrammonként. Találtunk új burgonyát és sárgarépát is kilónként 300 forintért, lila hagymát 400 forintért. Nevével ellentétben a legszélesebb korosztálynak szóló programokat kínálja a 14. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó. A keresztény rendezvény sorozatot közel 30 éve, minden év második nyarán más-más helyszínre szervezik. Idén a Nyíregyházi Egyetem ad otthont az ötnapos találkozónak. Az eseményen többek között áhítatokkal, beszélgetésekkel, előadásokkal és koncertekkel is várják a látogatókat. Cserbáltad a balesetet miatt a családodat, a gyerekeidet is. Rendkívüli élettörténetek, tartalmas beszélgetések, előadások, kreatív foglalkozások, csak néhány a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó programpalettájáról. Az országos rendezvénysorozat 1996-ban indult, azóta pedig minden második év nyarán más-más helyszínen rendezik meg az eseményt. Az idei 14. találkozónak a Nyíregyházi Egyetem kampusza ad otthont. A találkozó fő mozgatórugója a Szélrózsa Tízek csapata, akik a helyi szervezőkkel közösen 5 nap alatt mintegy 200 programot kínálnak a látogatóknak. Ez egy nagyon sokszínű találkozó, mert ifjúsági találkozó ez a nevében is benne van, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy a fő célcsoport a középiskolai korosztály, de emellett családokat és idősebbeket is várunk, így tényleg nagyon sok generáció megtalálható találkozón, azok is, akik 96-ban elkezdték, most már akár az unokáikkal vannak itt, és ez egy nagy öröm számunkra, szóval egészen az óvisoktól az idősebb korosztályig fókuszban a középiskolásokkal, és mindenféle program, előadások, áhítatok, istentiszteletek, workshopok, kreatív dolgok, éppen amit szeretne, sport, és hát a koncertek. Mégiscsak egy fesztiválon vagyunk, egy találkozón, hogy nagyon sok keresztény zenekarnak koncertje van, este pedig egy úgymond nagy zenekarral, világi zenekarral bulizhatunk együtt a fiatalokkal. A kertvárosi evangélikus gyülekezet a Nyíregyházi Egyetemmel egyeztetve pályázott arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, illetve a Hajdú-Szabolcsi evangélikus egyházmegye székhelyén bonyolíthassák az idei Szélrózsa találkozót. Maga a helyszín adja azt, hogy egy ilyen fesztiválnak a párhuzamos programoknak a kavalkádja van, ami egyrészt én is egy programsátornak vagyok a felelős, ez azt jelenti, hogy 40-50 konkurenciás programmal kell megküzdenünk, de ez a mi oldalunk, a fesztiválra jövőknek meg az a nagyszerű lehetőség, hogy 200 program közül választhat. És ezt úgy oldottuk meg, hogy van egy mobil applikáció, és akkor azon keresztül mindenki megtalálhatja, kiválaszthatja a saját programját. Tehát ez nekünk egy kihívás, hogy tudjunk minél több fesztiválozót elérni. A fesztiválozó meg eldönti szabadon, hogy melyik programra tud menni. Minden találkozónak saját mottója is van, amely az ötnapos program gerincét adja. A 2024-es Nyíregyházi Fesztivál Pál apostol korintusiakhoz írt második levele alapján az elég gondolatfelvetése köré épül. Nagyon nyílik az olló a társadalom különböző rétegei között, és hogy még a középrétegnek, a széles középrétegnek is nagy kérdés, hogy mi az elég. És hogy ez az elég, ez mit jelent az életünkben, miből van elegünk. Mi az, ami elégséges, hogy ne akarjunk tökéletesek lenni, hanem csak elég jók, és mi az, ami elegendő, mi az a minimum, amivel lehet menni életszínvonalban, lelki téren. És erre egy nagyon szép válasz az, hogy elég nekünk az Isten kegyelme. Persze ettől még nagyon sok felé szét lehet az bontani, hogy mi az elég, és nagyon fontos beszélni arról, hogy mennyi helyen nincs elegendő, mennyiszer van elegünk dolgokból, az elvárásokból, és a munkamennyiségből, és hogyan találhatunk elegendőt, amire szükségünk ahhoz, hogy lelkileg is, testileg is tovább menjünk. Az ország legnagyobb evangélikus fesztiváljára idén több mint 2000 látogató érkezik. A résztvevők hitük megélése mellett az értékteremtő, szórakoztató és ismeretterjesztő programokon túl a hazai koncertélet legnevesebb képviselőivel is találkozhatnak. Az ötnapos keresztény rendezvénysorozat vasárnapig tart.
Jövő hét hétfőtől megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, így a nyíregyházi törvényszéken is. Ez azt jelenti, hogy egészen augusztus 20-áig a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A polgári peres ügyekben bizonyos kivételekkel a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Így például, ha a bíróság a határozatában 15 napot biztosít egy nyilatkozat megtételére, és a határozatot az ügyfél július 14-én veszi át, a nyilatkozat megtételére szeptember 5-éig van lehetősége. Kivétel ez alól a soron kívüli, vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák pedig ezen időszak alatt is a megszokott munkarend szerint tartanak ügyfélfogadást. Szeptember 1-től a magyar állam térítésmentesen biztosítja a végzős középiskolások számára a B-kategóriás vezetői engedély megszerzését. Az egyelőre csak tesztfázisban induló programban a Magyar Honvédség is részt fog venni. A tanfolyam megszervezésébe ugyanakkor a középiskolák is bekapcsolódnak, a KRESZ oktatás és az egészségügyi ismeretek ugyanis bekerülnek a középiskolai tantervekbe. Elkezdődött a hivatásos katonák autós oktatókkal történő átképzése, akik néhány hónap múlva már vezetni taníthatják a végzős középiskolásokat. A szakoktatói képzésben a Magyar Honvédség állományába tartozó katonák vehetnek részt, amennyiben betöltötték 23. életévüket középiskolai érettségivel, valamint legalább 2 éve érvényes B-kategóriás vezetői engedéllyel és egészségügyi alkalmassági vizsgával rendelkeznek. Vilmányi Csaba autós iskola vezető szerint az idei év statisztikái alapján a tavalyihoz képest a diákok köréből 30-40%-kal kevesebben jelentkeztek jogosítvány megszerzésére, és egyelőre senki sem tudja, milyen hatással lesz az autós iskolákra az ingyenes gépjárművezető képzés elindulása. A mostani információk alapján az utolsó éves középiskolai hallgatók vehetnek részt a programban, és egy éven belül be kell nekik fejezniük ezt a képzést, hiszen utána, ha nem fejezik be, automatikusan át kell, hogy kerüljenek a civil szférás képzésben, ha folytatni akarják, és mondjuk nem sikerült nekik akár a 30 órás képzésen, hiszen a képzésben 30 óra a kötelező oktatás, és ezt a 30 órát fogja támogatni a kormány ezzel a programmal. Utána, ha kikerül belőle, vagy már nem lesz jogosult a programban részt venni, akkor természetesen marad neki a mostani lehetőség, hogy a civil szférában lévő autós iskolák közül választ egyet, és ugyanúgy végig csinálja, vagy pedig folytatja az addig megszerzett teljesítménye alapján folytatja tovább a képzést, amikor már fizetni fog érte. A közelmúltban éves szinten közel 10 000 tanuló vezetőt iskoláztak be. Ez a szám szeptembertől jelentősen megnőhet, amely miatt nem csak a Magyar Honvédség segít be a tanfolyam lebonyolításába, hanem a középiskolák is, ahol az elméleti képzés, valamint a vizsgáztatás is zajlik majd. Ez eddig is úgy működött, hogy a képzés és a vizsgáztatás az két külön rendszerben működött. Tehát a tanuló, amikor elkezdte a jogosítvány megszerzését, akkor jelentkezett az autós iskolánál képzésre, ahol megkezdte az elméleti képzését, vagy tantermi, vagy pedig online e-learning képzés formájában. És utána, amikor elvégezte a tanfolyamot, akkor az autós iskola hatósági vizsgára bocsátotta, azaz a közlekedési hatóságnál kellett elméleti hatósági vizsgát tenniük. Ez most annyiban fog változni, hogy ugyanebben az online rendszerben fogják az elméleti képzést e-learning formájában megcsinálni, viszont a vizsgáztatás már az eddigi információk szerint nem hatósági vizsga lesz. Magyarul, ha a középiskolában megcsinálja a képzést, akkor ott a középiskolában, lehet, hogy a matematika teremben egy számítógép előtt fog vizsgát tenni, ami nem hatósági vizsga. Vilmányi Csaba szerint a B-kategóriás jogosítvány megszerzésére jelentkezők mintegy 60%-a a középiskolás diákok korosztályából került ki eddig, a maradék 40% pedig az ennél idősebbek közül.
ehhez több mint 3000 oktatógépjármű állt eddig rendelkezésre Magyarországon. Azt egyelőre még nem tudni, hogy a Magyar Honvédség mekkora gépjármű állományt fog a tanulók rendelkezésére bocsátani, de Tuzson Bence igazságügyi miniszter bejelentése alapján az már biztos, hogy a KRESZ oktatás és az egészségügyi ismeretek bekerülnek a középiskolai tantervekbe. Az ázsiai elefántok zuhanyt, a gyűrűs farkú makik pedig jégbe fagyasztott gyümölcsöket kapnak a legmelegebb napokon a Nyíregyházi állatparkban. A park egy tölgyerdőben található, így az összes kifutóban van árnyékot adó fa, de néha szükség van extra hűsítése is. Még úgy is, hogy a közel 5000 állat jó része olyan egzotikus tájakon őshonos, ahol a forróság természetes. A sziklaugró és király pingvinek boldogságához már csak egy kis halnasi hiányzott. A sarkvidék lakói vannak talán a legirigylésre méltóbb helyzetben, őket nem zavarja a közel 40 fokos kinti hőmérséklet. A jégvilágban hűtött 6 Celsius fokos térben töltik a mindennapjaikat. Az ázsiai elefántoknak viszont már meg kell dolgozniuk a hűvösségért, például porfürdőt vesznek, és minden nap izgatottan várják a zuhanyozást is. Az ázsiai elefánt hölgyeink, Jászmin, Motki és Tánya már ilyenkor, ahogy meglátja a gondozókat, illetve a slagot, azonnal jönnek libasorba, hiszen elefánt wellnessben minden nap részesülnek. Imádják ezek a 3,5 tonnás hölgyek ezt a kényeztetést, hiszen nagyon szépen lehűti a hatalmas vastag bőrüket. Nagyon intelligens állatokról van szó, egy óriási kifutóban vannak, de még ilyen esetben is az árnyékban tartózkodnak. Ráadásul a hűsítő fürdő után általában homokfürdőt vesznek, hiszen rájuk ragad így egy különleges sárréteg, aminek segítségével a napsugarai ellen és az élősködők ellen is védekeznek. A főemlősöket pedig gyümölcsös jégfagyival kínálják meg a meleg napokon a gondozók. Különféle gyümölcsöket helyeztünk bele, visszatöntöttünk rá is be a fagyasztóban, nagyon egyszerű. Az elkészítése incsiklandó, és most megnézzük a kis labdadobás tudásomat. Marita, Muki, kettes voltam ki kis labdadobásból. A fehérkezű gibbonoknak kellett egy kis idő, még megtalálták a jeges finomságot. Könnyebb dolguk volt viszont a gyűrűs farkú makiknak. Ők szinte sorba tudtak állni a gyümölcsös hűsítőért, és mindenki jó ízűen tudta fogyasztani. A látogatók pedig ilyenkor egész közelről nézhetik meg a kattákat. Alapvetően minél több élményt szeretnénk adni az ideérkező vendégeknek, gondoljunk csak egy jegesfedve látványetetésre vagy egy pingvinetetésre, de a madagaszkári gyűrűsfarkú makik közé be is mehetnek a vendégek. Itt maki őreink vannak, ők figyelnek a vendégek viselkedésére, de konkrétan őket így, mint én, testközelben megcsodálhatják. A Nyíregyházi állatpark szerencsés helyzetben van, hiszen egy tölgyerdőben található, így az összes kifutóban van árnyékot adó fa, de az önitatók, egyes állatoknál pedig a dagonyázó helyek és medencék is a hűsölni vágyó állatok kényelmét szolgálják. Az itt élő 5000 állat jó része olyan egzotikus tájakon őshonos, ahol a forróság természetesnek számít, de ilyenkor ezek az állatok is inkább a reggeli és a késő délutáni órákban mutatnak aktivitást. A jövő hét végéig franciaországi edzőtáborban készül Kovács Richárd. Az NVSC Big Boxing versenyzője a három magyar ökölvívó egyikeként lesz ott a párizsi olimpián, amelyen a 63,5 kg-os súlycsoportban lép szorítóba. Nagy Lajos tanítványa éremmel a nyakában szeretne hazatérni az ötkarikás játékokról. Hétfőn letették az esküt az olimpiára utazó magyar sportolók, akik között ott volt a nyíregyházi ökölvívó Kovács Richárd is. Hazánkat 21 sportágban 180-an képviselik Párizsban. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből a gyalogló Helebarant Máté mellett az NVSC Big Boxing bunyósa harcolta ki az indulás jogát. Nagy Lajos tanítványa szerdán utazott el Franciaországba, ahol a jövő hét végéig élesíti formáját. A 63,5 kg-os súlycsoportban induló boxoló állt már dobogón, Európa-bajnokságon és Európa játékokon is, de tudja, hogy az olimpia nem hasonlítható más versenyhez. Teljesen más azért. Tudom, hogy ha sikerülne egy érem, ezzel sok kapu megnyílna előttem, és azért a kisgyerekem, tehát a kisfiam miatt is csinálom ezt az egészet, szeretném megbiztosítani a jövőjét. Meg azért ez volt a kisgyerekkori álmom, hogy olimpián részt vegyek, ezért is más egy kicsit most ez nekem. Szeretnék neki hazahozni egy érmet mindenképp.
több hetes, több, hát már mondhatom azt, hogy hónapos edzőtáborokon vagyunk túl. Jó állapotban érzem magam, nagyon bízom benne, hogy a lehető legjobb formában tudok majd kiutazni. Aztán még a jövő héten, ugye az olimpiáig, ez a 27-én van az első versenynap a súlyomba, addig még finomítunk, csiszolgatunk, élesítünk, aztán ott kell adni a csúcsformát. Párizsban 13 súlycsoportban 68 nemzet 248 boxolója lép szorítóba. A nyíregyházi ökölvívó álma, hogy éremmel a nyakában térjen haza Franciaországból. 20-an vagyunk a súlycsoportba. Ha szerencsés a sorsolásom, akkor a 16-ban nem kell boxolnom, de viszont ha mégsem, akkor 16-ban is boxolni kell, és akkor 3 nyert mérkőzéssel vagyok dobogós. De viszont ha szerencsés a sorsolásom, mert ugye ide már az is kell, szerencse, akkor viszont 2 nyert meccsen már érmes tudok lenni. Mondhatom azt, hogy nehezebb kijutni, mint már ott érmet szerezni, mert tényleg nagyon nehéz már most kijutni az olimpiára. Ismerem javarészt már az ellenfeleimet, valakivel már boxoltam is, sőt már egy jó párra boxoltam, tehát ismerem, mert azért már régóta az élmezőnyben vagyok, és ismerem, akik jobbak a súlycsoportomban. Kovács Rihárdon kívül még 2 boxoló tagja a magyar olimpiai csapatnak. A 66 kg-os Hámori Luca első magyar női ökölvívóként harcolta ki az indulás jogát, Akilov Filip pedig a 80 kg-os férfiak között szeretne a lehető legtovább jutni. Híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főpírei még egyszer röviden. Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok csütörtöktől az ország teljes területén tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Az aszályos körülmények és az extrém száraz biomassa miatt akár már egy kisebb szél is gyors tűzterjedést eredményezhet. A felszíni tüzek pedig könnyen 15-30 méteres lágmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. A dinnyefélék mellett megjelent a nyár közepének másik nagy kedvence, a barack. Ezt tapasztaltuk a nyíregyházi búzatéri piacon. Sokan már most elkezdik a befőzéseket. Az árusok és a vásárlók szerint jó minőségű az idei termény, és az árakra sincs panasz, mivel mindenki megtalálhatja neki és a pénztárcájának megfelelő árut. Egyelőre még csak tesztfázisban indul, de az már biztos, hogy szeptember 1-től lehet jelentkezni az ingyenes KRESZ tanfolyamokra. Tuzson Bence igazságügyi miniszter bejelentése értelmében az állam a végzős középiskolások számára lehetővé teszi a B-kategóriás jogosítvány ingyenes megszerzését. A képzésben nem csak a középiskolákat, hanem a magyar honvédséget is bevonják. Július 11-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken is várjuk majd Önöket a megye történéseivel. Addig is pedig ott van az internetes oldalunk, folyamatosan frissítjük a kölcseitv.hu-n a tartalmat. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken is országszerte forrósággal, perzselő napsütéssel kell számolnunk. Többségében csapadékmentesen telik a nap, talán este, illetve éjjel fordulhatnak elő szorványosan, kis körzeteket érintően, de esetenként heves záporok, zivatargócok. A hőmérséklet maximumai a legmelegebb órákban már 35 és 38 fok között alakulnak.